Szeretettel köszöntök mindenkit, Papp Eszter vagyok, első éves fizikus doktorandusz, és ma sűrűséggel kapcsolatos kísérleteket hoztam. Kezdjük ezzel itt az elején. Igazából ez csak egy kád vagy akvárium vízzel töltve, de megfigyelhetjük azt, hogyha beledobunk egy citromot, akkor az ő sűrűsége kisebb, egy kicsit, mint a vízé, ezért lebeg rajta, viszont egy hámozott citromot is beledobhatunk. A hámozott citromot már nem veszi körbe ez a levegővel teli héj, ezért az átlag sűrűsége nagyobb lesz, és lesüllyed a víz alá. Szemléltetném, hogy mennyit számít egy kicsike héj. Dobjuk bele a vízbe ezt is. Még ez is egészen magasra fölviszi a citromot, aki össze-vissza forgulódik, hogy megtalálja az egyensúlyi állapotát. De meg tudjuk nézni, hogy mekkora a sűrűsége például ezekhez a citromokhoz képest egy almának, egy paradicsomnak, vagy akár egy krumplinak. Azt hiszem, ez a verseny eldőlt. Látszik, hogy a krumplinak a legnagyobb a sűrűsége körülbelül. Azt is tudjuk, hogy az olaj úszik a vízen, de hát ez miért is van? Tudjuk azt is, hogy az olajnak a sűrűsége kisebb, mint a vízé. Itt ebben a befőttes üvegben kék vizet és kicsit pirosra színezett olajat látunk. És hát a különböző sűrűségű folyadékok elválnak egymástól, plusz az olaj nem szeret keveredni a vízzel, úgyhogy ha ezt összerázom, egy idő után megint szét fognak válni. Látszik, hogy már az olaj elkezdett így gyűlni a tetején, szépen ki fognak belőle jönni a vízcseppek, amik közé kerültek, és megint lesz egy vízrétegünk, a tetején pedig egy olajréteg. De ennél sokkal érdekesebbet is tudunk csinálni. Például csinálhatunk egy sűrűségoszlopot. Bocsánat, közben minden el akar gurulni. Mégpedig úgy tudjuk ezt a legegyszerűbben megcsinálni, hogyha a legsűrűbb folyadékkal kezdünk, például mézzel, egy jó sűrű méz, úgyhogy jó lassan is fog kijönni belőle. De azért egy kicsit, például egy centis réteget megpróbálunk belőle csinálni. Mondjuk azt, hogy körülbelül ennyi elég is lesz nekünk. Majd a méznél kicsit kisebb a sűrűsége a mosogatószernek. Tegyünk bele ebből is bőven. A következő rétegünk színezett víz lesz, ezzel viszont egy picit vigyázni kell, mert tudjuk, hogy a víz szeret keveredni a mosogatószerrel, viszont a sűrűsége kisebb, mint a mosogatószeré, úgyhogy az ő rétege fölötte fog elhelyezkedni. Lehet is látni, hogyha ilyen óvatosan öntjük, akkor szétválik ez a kettő réteg. Következő pedig a már jól ismert olaj. Ezzel ugye nem kell vigyázni, mert nem keveredik az olaj a vízzel.
még az olajnál is kisebb a sűrűsége az alkoholnak, úgyhogy még egy alkoholréteget is tudunk csinálni. Itt sem kell vigyázni, az alkohol nem keveredik az olajjal. Még egy picit tegyünk bele. Tehát kaptunk egy sűrűség oszlopot, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy sűrűség szerint rendeztük, rendeződtek a folyadékok. Alul ismételjük át a méz van, utána egy mosogatószer, színezett víz, olaj és alkohol. Ebbe az oszlopba dobálhatunk különféle tárgyakat, hogy megnézzük, hogy mekkora a sűrűségük. Például próbáljuk meg egy fémgolyóval. Nem meglepő, hogy lemegy egészen az aljára, csak a méztől nem lehet látni, mert annyira sűrű. Próbáljuk meg egy pingponglabdával, hogy az meddig fog menni. Még az alkoholnál is kisebb a sűrűsége, ez nem meglepő. Egy ilyen gumidugó. Még süllyed a vízben, és a mosogatószer tetején megállt. Úgyhogy ennek a sűrűsége kisebb, mint a mosogatószeré, de a víznél nagyobb. Illetve még ki tudjuk próbálni egy ilyen parafadugóval. Picit kivesszük előbb a pingponglabdát, ha ki tudjuk. De nem biztos, hogy ez most menni fog. Úgyhogy megpróbáljuk megnézni, hogy egyáltalán, ha ez ide bele akar menni, akkor sikerül-e a történet. Nem szeretne belemenni, úgyhogy talán ezt ne erőltessük. A lényeg az, hogy láthatjuk, itt látszik is, itt van a fémgolyónk a méz alján. És hát itt a nagy erőlködés közepette, egy pici darab azért a parafadugóból letört. Láthatjuk itt, és ez úszik az alkohol tetején, tehát a sűrűsége kisebb, mint az alkoholé. Ennyiben sikerült legalább bizonyítani. És visszakanyarodva az előző kísérletünkhöz, látszik, hogy már is szétvált az olaj és a víz. És akkor következőnek csináljunk egy házi lávalámpát. Ehhez nem kell más, mint megint csak színezett víz, olaj és pezsgőtabletta. Először öntsük a színezett vizet az oszlopunkba, majd jó sok olajat. Ezzel meg is volnánk, és most fog jönni a varázslat. Ugye, ameddig csak így színezett vízünk van, addig az ő sűrűsége nagyobb, mint az olajé, tehát alatta fog elhelyezkedni. Viszont, hogyha én beledobok egy pezsgőtablettát, ami a vízben fog feloldódni, akkor azt buborékossá teszi. És az a víz, amiben levegő buborékok vannak, az már az olajnál kisebb sűrűséggel bír, ezért az ilyen vízcseppek, amik levegő buborékokkal teltek, el fognak indulni az olaj tetejére, időközben kidurrannak ezek a kis levegő buborékok, és vissza fognak zuhanni, hiszen a sűrűségük megint csak nagyobb lesz, mint az olajé. Lássuk akkor a csodát. Kicsit várni kell, ameddig feloldódik a pezsgőtabletta. Elkezdtek jönni az első cseppjeink, de ennél lesznek nagyobb a kis idővel. És látszik, hogy ahogy az olaj tetején kidurrannak ezek a levegőbuborékok, szépen visszasüllyednek a cseppjeink.
Ezt viszonylag elég sokáig lehet nézni, eléggé nyugtató is. És nem kell hozzá ekkora oszlop, otthon meg lehet csinálni mondjuk egy nagyobb boros pohárban, vagy egy magasabb befőttes üvegben is. Ameddig ezt nézzük, bekapcsolom a vízforralót a következő kísérletünkhöz. És szeretnék kérni egy segédet, hiszen majd szükségem lesz egy fehér háttérre. Jó, ez a víz kellően meleg nekünk. Következő kísérletben azt nézzük meg, hogy azonos összetevőjű folyadékok, tehát a víz különböző hőmérsékleten is eltérő sűrűségű lehet, tehát a meleg víznek a sűrűsége kisebb, mint a hideg vízé, és ezt egyszerűen tudjuk ellenőrizni. Most ebbe meleg vizet tettem, megszíneztem zöldre, hogy látványosabb legyen, és ebbe pedig teszek hideg vizet. A hideg víz tetejére helyezek egy kartonlapot, ráteszem, hogy ne jöjjön ki belőle, és Ági, majd most szeretném kérni, hogy egy hátteret igen úgy tegyünk mögé. Egymásra rakom ezt a kettőt, és szépen eltávolítom közülük ezt a falat. És a meleg víz szépen megy fölfelé, hiszen kisebb a sűrűsége. És picit lehet mindig gyorsítani a folyamaton, hogyha jobban kihúzzuk ezt a papírt. És remélem a fehér háttértől sokkal szebben látszódik, mint nekem itt. Bebizonyítottuk, hogy a meleg víznek tényleg kisebb a sűrűsége, mint a hidegé, és ilyen szépen helyet cserélnek. Természetesen időközben keverednek is valamennyire egymással, hiszen ki kell, hogy egyenlítődjön ez a hőmérséklet különbség, de lehet látni magát az effektust. Köszönöm szépen! Aztán, hogyha már ennyire tudunk mindent a sűrűségről, hideg és meleg vizet is megnéztük, akkor azt is tudnunk kell, itt most kölcsönzök ebből az olajból, hogy a jégnek a sűrűsége az kisebb, mint a vízé. Na már most én készültem jégkockákkal, hogyha egy jégkockát beledobunk az olajba, és az elkezd szépen olvadni, nézzük meg, hogy mi fog történni. Láthatjuk, hogy a jégkocka lebeg az olajban, viszont ahogy elkezd olvadni, az alján megjelenik egy vízcsepp, ami lehúzza, hiszen az átlag sűrűsége nőni fog, és ahogy ez a vízcsepp az aljáról leválik, megint vissza fog emelkedni az olajban ez a jégkocka. Most nem igazán akarja csinálni a dolgát, itt forgulódik. Nézzünk meg egy másikat, amiben egy kicsit talán több levegő van.
Igen, ő már egy jobb kiszemelt. Szépen elkezdett olvadni. És lesüllyedt az aljára. De nem tudni, hogy miért nem emelkedik fel. Még egy utolsó kísérletet tehetünk, egy harmadik jég kockával is, hát ha vele beválik. Azt kell tudni a fizika kísérletekről, hogy ha valamit megcsináltál ötször, otthon, csak magadnak, akkor biztos nagyon szépen működnek. Viszont, hogyha szeretnéd ezt előadni másoknak, akkor mindig van valami baki, amire nem gondoltál, és később jut eszedbe, hogy igen, erre talán egy kicsit jobban kellett volna figyelni. Úgy néz ki, hogy a jégkockáink nem nagyon szeretnének visszamenni az olajban. És erre talán csak az lehet a magyarázat, hogy túlságosan megolvadnak, és miután egy kicsit is megolvadtak, utána az átlagsűrűségük már nagyobb lett, mint az olajé, és ezért lementek a víz aljára. Viszont én azt tanácsolom mindenkinek, hogy otthon próbálja meg, csináljon egy jégkockát, lehetőleg ne virág alakút, mert ezzel nem mindig szokott sikerülni, hanem inkább egy kocka alakút. És próbáljátok ki egy pohár olajban, hogy egy jégkocka, ahogy elkezd olvadni az olajban, és egy vízcsepp megjelenik az alján, egy kicsit lejjebb megy az olajban, ahogy leválik róla ez a vízcsepp, a jégkockának megint nagyobb lesz. Kisebb lesz az átlag sűrűsége, mint az olajé, és ezért megint vissza fog emelkedni, és egy ilyen táncoló jégkockát fogtok kapni. És hát, itt a fizikán varázsolni is lehet tanulni. Egy követ pingponglabdába fogok alakítani. Zimzalabim, zimzalabum. Persze ezt nagy túlzással mondhatnánk, varázslásnak, hiszen itt van a kő is. Tulajdonképpen csak annyi történt, hogy a szilárd anyagok is tudnak rendeződni a sűrűségük szerint. Annyi, hogy én ide berejtettem ezt a pingponglabdát, és a tetejére tettem a követ. Ugye a pingponglabdának a legkisebb a sűrűsége, a rizsé a kettő között van, és a kőé a legnagyobb. De a szilárd testeknél a rendeződést valahogy segíteni kell. A kő a rizs alá megy, a rizs ide jön a kettő közé, és itt van a pingponglabdánk is. Az utolsó sűrűséggel kapcsolatos kísérletünk pedig egy optikai kísérlet lesz tulajdonképpen. Ez egy nagyon sűrű cukoroldat, itt kiveszem a képből a dolgokat, hogy mindenki lásson mindent. Bocsánat. Hát tegyük így el. Szóval, itt van nekünk ez az oldatunk, amiben nagyon-nagyon sok cukrot tettünk, még tegnap, és tettünk bele valamilyen fluoreszcens folyadékot, hogy a fénynek az útja még jobban látszódjon. És lássatok csodát, el fogom görbíteni a fény útját ezzel a folyadékkal.
Látszik, hogy a lézernek az egyenes útja egy ilyen görbévé alakul. És tulajdonképpen ez is a sűrűséghez köthető, mert itt ez az oldat, láthatjátok, hogy az alján nagyon-nagyon sok cukor van, tehát az oldatnak a sűrűsége fölfelé egyre csökken, mivel egyre kevesebb és kevesebb cukor van benne. És ami még érdekes, az az, hogy ez az oldat tulajdonképpen jól modellezi a mi légkörünket is, hiszen annak is a sűrűsége a magassággal egyre inkább csökken. Úgyhogy a napfénynek is valami hasonló pályája van, hogyha úgy érkezik a Földre. Mindehhez annyit kell tudni, hogy különböző sűrűségű anyagok máshogy törik a fényt. És ennyit szerettem volna mutatni a sűrűséggel kapcsolatban. Próbáljátok ki a kísérleteket otthon is, és várunk titeket a következő atomcsillen is. Sziasztok!